Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A koronavírus járvány elleni védekezés egyik első lépése volt a kulturális intézmények bezárása. Erre a sorsra jutott a bátaszéki könyvtár is. A csukott ajtó azonban nem jelenti a szolgáltatás szüneteltetését. Nincsen igazán különbség a munkában, ha csak az nem, hogy az olvasók eddig bejöttek a könyvtárba, most pedig mi visszük ki a könyveket, mondja Sági Lajosné, az intézmény vezetője. Mi készítjük össze a kedves olvasónak. Most azért itt nagy előny a számunkra, hogy egy kisváros kiskönyvtára vagyunk. Az olvasóinkat személyesen ismerjük, teljesen tudjuk az ízlésüket. Próbáljuk is időnként őket egy picit, hogy más könyveket olvassanak. Hát ez most akarva, akaratlanul is működni fog, mert ugye amikor ide szólnak telefonon, vagy akár egy Facebook oldalon írnak nekünk, hogy ők könyvcsomagot szeretnének kérni, és azért ők eljönnek, akkor nyilván én fogom neki a könyvtárosként összekészíteni, mert ő ebben most nem tud részt venni, nem jöhet be az intézménybe. De akkor ugye visszagondolva arra, hogy milyen könyveket olvasott, mi az ízlése, mit szeret, akkor ezt így végig gondolva állunk nekik könyvet keresni. Ránk bízzák. Ez annyira érdekes, mert korábban is volt ilyen, hogy bejön az olvasó, amikor még látogattak bennünket, bejött az olvasó, akkor mondta, hogy tudjátok, amit szeretek olvasni. És annyira érdekes, hogy az ember megy a polcok között, válogatja le az olvasónak, és szinte mindig ugyanazokhoz a kötetekhez nyúl, mert ez tényleg ennyire működik, hogy ismerjük az ízlésüket. Nyilván vannak benne hibák, meg nem szándékosan, de becsúszik olyan, amit mondjuk vissza fog hozni, anélkül, hogy akár csak két oldalt elolvasott volna belőle, de ezzel semmi baj nincs. Egyébként van egy nagyon régi szokásunk itt a könyvtárban, bár a könyvszakma nem nagyon szereti, de mi úgy hívjuk, hogy kupacolunk, ami azt jelenti, hogy hát közel 30 éve volt egy nagyon kedves olvasónk, aki két hetente jött, és rengeteget olvasott, ilyen 8-10 könyveket. És a végén már rájöttem, hogy gyűjteni kell neki a könyveket, hogy biztosan tudjuk adni, mert néha viccesen elmondta, hogy na majd akkor, ha itt nem lesz, elmegy másik könyvtárba, és ezt a világért nem akartuk, mondtuk inkább bármi áron, de neki lesz könyv. És ez megmaradt. Tehát ha olyan könyv érkezik, amiről tudjuk, hogy ez az olvasó nagyon szereti, ez az ő stílusa, azt alapból már neki félretesszük. A könyvtárt igénybe venni kívánóknak minden héten hétfőig kell igényeiket leadni. A kiszállítás minden szerdán történik. Könyvcsomagot elvileg minden nap ki tudunk adni. Ha valaki ide szól telefonon, erre ma is volt már példa, ide szól telefonon, neki erre van szüksége, mindig rákérdezünk, hogy mikor jön, hogy tudjuk figyelni, és ő beadja a visszahozott könyvet, meg ki az újat. Na most lép itt életbe a sok-sok újság, amit már átnéztünk, és amúgy meg tüzelőbe menne, most ebbe fogjuk becsomagolni a kiadott könyvet, mert ugye valamibe bele kell tegyük. Ha viszont valaki házhoz szállítást kér, akkor az úgy fog működni, hogy minden héten, hétfőn, délután 4 óráig nekünk bármilyen módon, tehát e-mailben, az se baj, ha bedobja a postaládába egy cédulán, hogy ő erre járt, ezt szeretni. E-mailben, telefonon, Facebook oldalon, bárhol, értesít bennünket, mit szeretne. Én tanácsoltam egyébként a kedves olvasóknak, hogy használják a honlapunkat, mert ott az adatbázisban, a katalógusban le tudja ellenőrizni, hogy amit ő szeretne, ha van konkrét kérése, az éppen nekünk megvan-e, vagy bent van-e egyáltalán a könyvtárban, vagy esetleg kölcsönzésen. A keddi napot arra szánjuk, hogy ezeket a csomagokat mi elkészítsük, és szerdai napon minden héten csak egyszer szerdán történik a kiszállítása. Akik eddig is jártak hozzánk, őnekik megvan ez a havi megszokott ütemük, hogy mikor jön cserélni, tehát ő ezt tartja. Most néhányan azt érzékeltük, hogy kissé bizonytalanok, hogy most mitévők is legyenek, ugye itt meg főleg arról kell beszélni, hogy az idősek, ők nem fognak leülni a tényleg 70 év fölöttiek facebookozni, meg egyebek, tehát ő vagy elér bennünket telefonon, vagy az utcán személyesen, ami ugye mostanában ritkán fordul elő, de ha nagyon fontos neki, és erre van példa, akkor ő megtalál. Ide szól, és akkor visszük neki a könyvet. Mi sokat gondolkodtunk a kolléganővel azon, hogy hát vegyük be ezekbe az üzenetekbe esetleg egy új olvasót, hogy akkor, ha új olvasó jelentkezik, mi azt miként kezeljük el, mert ugye most nem tud bejönni, szabályzatot aláírni, stb. Hogy ebben az esetben mit fogunk tenni, aztán arra jutottunk, hogy majd, ha odaérünk, úgyis tudni fogjuk, hogy mit kell csinálni. Viszont nem tülekednek azért az ajtónk előtt, meg sehol sem, internetes felületen se, hogy
ők most nagyon szeretnének beiratkozni, mert szeretnének olvasni. Most én annyira bízom abban, hogy mindenkinek van otthon legalább, mondjuk, nem tudom, tehát sok Dugi könyve, amit elrakott, hogy majd, ha nyugdíjas lesz, előveszi, elolvas, hogy most szerintem, akik nem könyvtárba járnak, ők biztos azt szedik elő ilyenkor. Könyvtáros létemre nekem is van ilyen tartalékom, úgyhogy ezzel úgy vagyok, hogy én is elő fogom venni, de ennek még most nincs itt az ideje. Tehát nem jönnek el, nem jelentkeznek, hogy na most én otthon vagyok, unatkozom, és olvasni szeretnék. Én bízom abban, hogy az emberek arra szánják az időt, hogy egy picit odafigyeljenek a másikra. Családon belül ne jövünk és nem telefonnyomkodunk, hanem beszélgetünk, mert ez most kiválóan remek idő arra, hogy beszélgessünk, társasjátékozzunk, kártyázzunk, odafigyeljünk a gyerekeinkre, az unokáinkra. Tehát egyáltalán egymás a legfontosabb magunkra is. Magunkra is. Mert hogyha az az erő, amivel dolgozunk, meg bennünk van, az elfogy, akkor nem lesz tartalékom. Tehát a tartalékot meg képezni kell, és az csak akkor fog működni, meg működik, legalábbis én úgy gondolom, ha van egy belső odafigyelés saját magunkra. Nincs meg, akkor nincs miről beszélni. Az egyházak elsősorban lelki támaszt nyújtanak vírus idején, bár Isten tisztelet a templomokban ezekben az időkben nem lehetséges, a technika segítségével a lelkészek tartják a kapcsolatot a hívekkel. Bár a templomok zárva tartanak, a hitélet nem lankadt, sőt. Az emberek a mostani nehéz helyzetben keresik a lelki segítséget. Erről beszélgetünk Kürtösi Krisztiánnal és Fekete Zoltánnal, a Bátaszéki Katolikus és Református Közösség vezetőivel. Ahogy a társadalomnak az élete is megváltozott, ugye az egyházi élet is megváltozott itt Bátaszéken, sokkal csendesebbek lettek a napok, nyilvános liturgiáink, szertartásaink jelenleg nincsenek, de törekszünk arra, hogy a híveknek a hitélete azért nyugodtan megmaradhasson abban a kerékvágásban, amely eddig is volt. Nyitva tartjuk a templomainkat, igyekszünk a híveknek biztosítani egy lelki hátteret, akár az internet lehetőségével, az online szentmisékkel, vagy más egyéb lelki dolgokkal. Elkezdtem március végén hívogatni azokat az idős testvéreket, akik az online térben nem elérhetőek. Nagyon sok jó beszélgetésem volt, fél óránál is hosszabbak sokszor ezek a beszélgetések. Gyakorlatilag majdnem a végére értem azoknak, akik istentiszteletre rendszeresen járnak vagy jártak, de folytatom ezt, meg újra is fogom hívni őket. Elkezdtem ugye, imádkozni is értük, külön így imakéréseket tettem föl, megbeszéltem velük, hogy mi az, amiben a gyülekezet vagy én személyesen segíthetek. Kiderült, hogy igazából a családi szinten vagy az önkormányzati ellátórendszeren keresztül ők megkapnák mindazt, amire szükségük van. Sokkal inkább erre a beszélgetős lelki dolog az, amit úgy látok, hogy ebben szolgálhatunk feléjük. Ez indult el, és közben ugye ki kellett alakítanom azt, hogy hogyan szól az ige azoknak, akiket könnyebben el lehet érni az interneten keresztül. A megszokottól eltérő kérdések is adódnak, mind telefonon, mind pedig személyesen, amennyire ezt meg lehet oldani, vagy a Facebook lehetőségét is kihasználják a hívek, hogy kérdéseket tesznek fel, problémákkal jönnek, ami ugye adódik akár a zártabb életből is, amit nehezen tudnak egyesek feldolgozni, akkor odaállunk melléjük, hogy segítsünk lelkileg feloldani, megoldani. A legtöbbször olyan kérdések adódnak, ami az Isten és ember kapcsolatával. Nyilván ugye a paphoz ezzel fordulnak. Vagy a zártságból adódó problémák, hogyan tudja feloldani azt a zártságot, ami most az a vírus, koronavírus hozott az emberek életébe. Ahogy felhívtam az időseket, rendkívül megnyugtató válaszokat kaptam, tehát kialakult rendben élnek, a családjuk nagyon jól betartja a szabályokat, az előírásokat, a kapcsolattartásba is. Nyilván egy kicsit hiányolják a közelségét a családtagnak, hogy ne csak futva távolról adja át az ennivalót, vagy a bevásárlás, vagy a készételt, vagy
tehát több időt tudjanak egymással tölteni, de alapvetően egy nyugodt fogadtatásban veszik ezt az időszakot. Nem hallottam ki nagyon nagy félelmeket, de az, hogy kötelességtudóan vigyáznak magukra, és ezt érzik a családjuk felül is. Tehát egyelőre azt gondolom, hogy most nem abban a stádiumban van a járvány, hogy élesen náluk ez megjelenjen, de nagyon jó az előkészület, azt gondolom. Az Isten mindig is ő irányította a dolgokat, és az ő kezében bölcsen benne van, és minden, amit Isten tesz, az mindig az ő dicsőségét, és hosszú távon az ő hozzá tartozóknak a javát munkája. Tehát ez egy biztos ígéret a Bibliában, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra szolgál. Tehát ez egy nagyon erős alapot ad a hívő embernek, hogy bármin keresztül megy, az Isten fölött áll a dolgoknak, és egybe tartja ezt az eseményeket. És persze itt próbákról van szó. Dávid erről is beszél, hogy az igazat megpróbálja. És ebből a próbából nem ki kell menni. Ott a tanácsadók írják neki, vagy mondják neki, hogy fuss föl a hegyekre. De nem szabad kimenni a próbából, ezt végig kell élni, meg kell tanulni belőle, amit kell. És kétféle próba van általában a Bibliában, az egyik ez a Jónás típusú, a másik a Jób típusú. A Jónási próba az, amikor az ember nem azt csinálja, amit kell, és menekül a feladata elől, amit Isten rábízott, és az Istennek terelgetnie kell, hogy visszataláljon. A Jóbi próba pedig az, hogy igazából nem kell változtatni, nem, hiába keressük, nincs az, amit rosszul csinálunk, csak egyszerűen mélyebben Istent önmagáért ismerni, szeretni, követni, hogy tényleg ő bennem legyen a végső békességem. Ugye van, akinek az életében ez a próba van. Azt gondolom, hogy ha az emberben megvan a bátorság, már pedig ezért minden nap imádkozunk, hogy ez a bátorságunk meglegyen, akkor ez egy kaland is lehet az ember számára. Egy teljes megújulás kalandja. Bizonyos fokig és bizonyos mértékben biztos, hogy megújítja a társadalmat. Ez a megváltozott társadalmi körülmény, ebben a nanométer nagyságrendű, még csak nem is élő, csak egy genetikai kód, amit beborít fehérje, meg egy lipidburok, ez el tudja érni azt, hogy az ember kimozduljon abból az illúziójából, hogy ő irányítja. Pedig sokkal inkább arra hasonlítunk, mint az apukánk mellett ülünk, és mi is úgy csinálunk, mintha vezetnénk az autót. Mindig is Isten irányított, és ránk bízott dolgokat, és ez egy kicsit helyre teszi a gondolkodásunkat, hogy ő benne sokkal jobban kellene bíznunk, és őrá hagyatkozva keresni az útjainkat. Nem baj, hogyha érezzük a próbát magunkon, akkor ebből megtanuljuk most, amit most meg kell. És hálát adunk, hogy ha minket nem úgy érintett ez, mint sok embert, akinek a családtagjában megy el valaki, vagy ő maga szenved ebben a rettenetes fuldoklásos betegségben. Az egyháznak megvan az a lehetősége központilag is a karitászokon keresztül, akár az egyházmegyei karitász, akár a plébániai karitász csoporton keresztül, vagy az országos karitászon keresztül is, hogy a szociális lehetőségeket kihasználja, és segítse a mindennapokban az embereket. Mi jelenleg törekszünk arra, hogy az egyházmegye központi karitásza felé fordítsuk azokat a rászorulókat, akik segítséget kérnek tőlünk, hiszen most nekik van lehetőségük, eszközeik abban, hogy azonnal tudjanak segíteni és támogatást adni a rászorulóknak. A mi környezetünkben én konkrétan nem tapasztalom. Bizonyára az egyházmegye más területén, vagy a nagyobb városokban sokkal inkább megnő ez a lehetőség. A kisebb közösségek igyekeznek önmagukban megoldani ezt a szociális kérdést, vagy szociális problémát. Nagyon bízom benne, hogy családiasabb lesz az embereknek az élete. Akár a nagyobb társadalmat nézzük, akár Bátaszéknek az életét, vagy a bátaszéki plébániának az életét, bízom benne, hogy családiasabb, közvetlenebb lesz, és hogy egy kicsit meglassulva jobban tudunk egymásra figyelni.
Az elmúlt időkben egyre másra olvashatóak a hírek a magyar méhészet válságáról. Ennek egyik oka a külföldről, elsősorban Kínából származó olcsó és rossz minőségű termékek megjelenése. Emellett rendszeresen lehet hallani a méhek pusztulásáról is, mely a nagyüzemi mezőgazdaság beszerezésének számlájára írható. Mégis vannak elszánt emberek, akik minden nehézség ellenére kitartanak a méhészkedés mellett. Pasti István szakmája szerint gépészmérnök, ám a családi indítás a nagyszülőktől kapott muníció visszavitte a kaptárak világába. A gyerekként megszerzett tudás ma a megélhetését szolgálja. Sok mindent kipróbáltam, de valahogy az ember szíve mélyén, ahogy elültetik ezt a méhészkedést, a méhek szeretetét, ez mindenféleképpen visszavonza az embert. Visszatekintve akár csak 20 évre is, azt kell mondanom, hogy igen. Tehát mindenféleképpen lefelé szálló ágazatban van, vagy ágban van most a méhészet. Tehát ahhoz képest, hogy milyen könnyű volt, ugye így visszagondolva méhészkedni nagyapánk, apánk idejébe, ugye nem volt atka, olyan méhlegelők voltak, akár a tisztes hűre gondolok, amit elárasztotta a nyár után, az aratás után a tarlókat, tarlóvirág, máshogyan bár ez a kettő, ez különböző, de ugyanúgy mézel szinte mindegyik, úgyhogy gyakorlatilag nyáron mi többet pergettünk, mint akáckor. Most akác a főhordás, akárhogy is nézzük. Parti István véleménye szerint a nagyüzemi mezőgazdaság elterjedése vetette vissza a méhészkedést, és ezzel együtt a mézfogyasztás is csökkent. Azért még a 60-as években nem volt jellemző ilyen nagymértékű monokultúra, mint amilyen most van. Így gyakorlatilag kukorica, búza, napraforgó, repce és kifújt. Tehát más nincsen. Hát ennek megfelelően aztán ugye intenzív növényvédelmet is kell folytatni, mert a monokultúránál ugye felszaporodnak a kártevők, és intenzív növényvédelemre van szükség, tehát komolyabb vegyszerhasználatra, ami a régi időben nem volt jellemző. Ez a koronavírus, ez egy érdekes dolog, tehát ez egy olyan figyelmeztető jelzés az emberiségnek, hogy ugye az a szlogen a 60-as években, ott a szovjetek hangsúlyozták, hogy uralmunk alá hajtjuk a természetet, hát ez valószínűleg nem sikerül. És a természet ez megmutatja, hogy megrázom magam, és tulajdonképpen élem tovább az életemet, és az emberek, ha tetszik, ha nem, lerázódnak rólam. Nem tudatosak az emberek a mézfogyasztást illetően, mondja a méhész. A boltok porcairól sok esetben az ár alapján, nem a minőség alapján választanak a vevők. Én nekem méhegészségügyi felelősként tavalyig az voltam, van rálátásom, hogy a méhészek hogyan dolgoznak. Tehát a méhek életébe is, a kaptárakba is be tudunk vinni vegyszereket, és tudunk vegyszermentesen termelni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember legalább a kaptárba ő maga ne vigyen be vegyszereket. És most ugye az atka írtás kapcsán jöttek elő az oxálsavas, illetve a természetes savas készítmények, amik hát ugye nagyban meghatározzák a méhek egészségét, meg hát ugye a fogyasztók egészségét is. Most arról ne is beszéljek, hogy ezek a hamisított mézek, amit mondjuk adott esetben a szabadkai piacon is lehet venni 800 forintért, és azt mondják, hogy lemegyek oda mézért, hát én erre azt mondom, hogy azt edd meg te. Tévedés ne essék, a kínaiak között is van jó méz, de van tényleg hamisított. Ami úgymond a szűr technológiával, tehát egy olyan anyag, ami megint csak nem látott virágot meg méheket. Most már olyanok a feltételek, és olyan tökéletesen tudnak hamisítani, hogy a laboratóriumi körülmények között is nehéz megállapítani, hogy az hamisítvány. Hát nem, hogy egy fogyasztó. Hát egy fogyasztó végképp nem tudja megállapítani. Reménykedem benne, hogy visszahozható a szakma és a méz presztízse, mondja Parti István. Én reménykedem benne, hogy kap az emberiség olyan pofonokat, hogy kénytelen a természetes irányba fordulni, és kénytelen természetes úton élni és táplálkozni, és akkor megint csak előtérbe kerül az a fajta méztermelés, amit hát én is szeretnék megvalósítani, meg hát gondolom a bioméhészek. Hát én nem tudom a bioméhészetet megvalósítani, mert itt az autópálya, és ez 2 kilométerre van tőlem, úgyhogy 3 kilométeres körzeten kívül kellene, hogy legyen. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Jóvoltában minden évszaknak megfelelő díszítés kerül a város tereire. A tavaszt idéző figurák a Bátkom Kft. Munkatársainak segítségével készült. Évek óta az évszakok és az ünnepek változásakor új köntösbe öltözik Bátaszék.
a díszítés és marketingelem. Így a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai szervezik a díszletek készítését és átalakítását. Többek között ez is feladata a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Csapatának, és hát ez egy jól kialakult gyakorlat, de mindig próbálunk valamit újítani. Nyilván vannak olyan dekorációs elemek, amelyek fixek, de mindig próbálunk valami újat belecsempészni, egy kicsikét kreatívkodni a csapattal, és hál' Istennek velük lehet, a kollégákkal lehet, és ennek az eredménye az, amit a bátaszékiek, illetve a városba érkezők látnak. Vannak olyan dekorációs elemek, mint például a tavaszi, most a Molkútnál, illetve a templom előtt, amelyek régiek, néhány évesek, és a Bátkom Kft. Segítségével készítette egy egykori munkatársunk, aki már nem dolgozik a művelődési házban, de mindig bővítjük. Van olyan dekoratőrünk, olyan informatikusunk, aki készít saját akár olapokat, vagy molinókat, vagy kihelyezésre kerülő képeket, vagy dekorációs elemeket, és így születik meg ez tulajdonképpen. A díszítésbe a gyerekeket is rendszeresen bevonják. Így történt ez idén március 15-én is, amikor a helyi általános iskola tanulóinak munkái díszítették a város terét. Csötönyi László igazgató azt is elmondta, a nyári dekoráció elemei is készülőben vannak, és néhány héten belül a tavasz elköszöntével ezeket helyezik majd ki. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!